Szia kismama! Hát ahogy közeledik a szülésed, hát készülj fel arra, hogy bizony a szülőszobában, hát esetleg elég furcsa indokok hangozhatnak el szakemberek szájából, hogy hát egy bizonyos beavatkozásra, vagy beavatkozásokra, hogy miért van szükség, hogy miért nem választhat szabadtan testhelyzetet, vagy hogy miért nem úgy látják el a kisbabádat, ahogy azt te szeretnéd. Úgyhogy ebben a videóban most tíz ilyen szülőszobai aranyköpést hoztam, és hát ezeket fogom megcáfolni, hogy hát majd ha ezeket hallod, akkor tudd, hogy ezeknek bizony az égvilágon semmiféle tudományos valóság alapjuk nincsen. És hát szeretném ezúton megköszönni azoknak az édesanyáknak, akik megosztották a szülőszobában hallottakat, és köszönöm a dullatársaimnak is, akik segítettek abban, hogy ők is beszámoltak arról, hogy hát milyen érdekes dolgokat hallottak a szülőszobán. Úgyhogy tegyük most rendbe ezeket a dolgokat az ilyen tipikus szülőszobai beszólások mezeim. De mielőtt elkezdenénk ezt a top 10-es listát, azért bemutatkozom, Rácz Kata vagyok, Dúla, szülésfelkészítő édesanyja, és a tiéd a szülés szülésfelkészítő program megálmodója. A honlapomon, ami a www.tiedaszülés.hu oldal, itt segítséget találsz a szülésre való felkészülésedhez. És méghozzá abban segítek neked, hogy tudatos döntésekkel alakítani tudd az életed legfontosabb eseményét, hogy ne csak sodorjanak az események, hogy ne csak úgy sodródj, hanem tényleg valóban a tudatos döntéseiddel alakítani tudd ezt az élményt. És azért is, hogy hát hatékonyan tud kezelni a szülésnek a nagyon intenzív érzetét. Na most, ha a honlapomon jársz, akkor feltétlenül jelentkezz be az ingyenes szülés felkészítő órámra is. Ezen négy tippet adok neked, hogy a szülésed könnyebb, egészségesebb és boldogabb legyen. Na, hát így az aranyköpések kapcsán, hát haladjunk időrendi sorrendben. Hát tegyük fel, hogy mondjuk beérsz a szülőszobába, mert beindult a vajudás. Hát ilyenkor tipikusan egy CTG géppel ellenőrzik a baba szívhangját, és megnézik, hogy hát milyenek ezek az összehúzódások. Na hát, és erre előfordulhat, hogy azt hallod, hogy ó, hát a CTG szerint ezek még nem igazi fájások. Hm. Hát én úgy gondolom, hogy te elég jól érzed, amit érzel, és hogyha ezek a rendszeresek, ezek egyre erősebbek, ezek az összehúzódások, egyre gyakoribbak, egyre hosszabbak, az bizony feketén, fehéren már a vajudás. Na most az természetesen lehet, hogy még ennek a vajudásnak a kezdeti szakaszában vagy, de hát ez akkor is vajudás, és ez nagyon is igazi összehúzódás. És hát olyan, hogy nem igazi fájás, hát ilyen nem létezik. Na most valóban vannak jóslófájások, ezeknek is nagyon fontos szerepe van, még a vajudás megelőzően, erről ebben a videóban tudsz több információt megtudni, de hogyha azt mondják neked, hogy hát ez nem igazi vajudás, meg nem igazi fájások, hát akkor én azt mondom neked, hogy egyik füleden be, a másikon meg ki, és ne hagyd úgy a földbe döngölni magad lelkileg. Ráadásul fontos azt is tudnod, hogy a CTG az valóban objektíven mutatja a kispapának a szívhangját. Viszont az összehúzódások értéke az egy kalibrált érték. Tehát az abszolút érték, hogy, hogy mennyit mutat az a szám, az nem mond az ég világon semmit, ugyanis valószínűleg megkérdeztek, hogy azt mondták, hogy na szóljál akkor, amikor nincs összehúzódás, és akkor azt állították be a gépen, hogy na ez a nulla érték. De hát az lehet, hogy volt már azért valamilyen összehúzódás, csak kevésbé érezted, és tehát éppen emiatt az abszolút érték az az világon semmiféle információval nem szolgál, hanem csak is ezeknek a görbéknek az alakja és a gyakorisága. Na, hát felvettek a szülőszobára, szépen fajutsz, és aztán azt mondják már ugye a legelején, hogy hát most adunk egy kis IV-oxid, mégpedig azért, hogy ne fáradjon el a méhed. Hm. De hát ezzel kapcsolatban az igazság az nem az csak az, hogy hát ez egyáltalán nem igaz, de pont hogy az ellenkezője lehet igaz. Ugyanis, hogyha túl korán, túl sokáig, túl nagy adagokban, kapsz oxitocint, szintetikus oxitocint, akkor a méheden lévő jelfogók, ezek a bizonyos receptorok, ezek túltelítődhetnek, és érzéketlenné válhatnak, és egészen egyszerűen, ha ez megtörténik, akkor egy idő után a méh az bizony nem fog reagálni erre a szintetikus oxitocinra, nem produkál összehúzódásokat, és lehet szépen menni a műtőbe egy császáros szülésre. Na most a vajudásnak, minden vajudásnak megvan a saját ritmusa, illetve meg lenne a saját Ritmusa. és hát ezt a ritmust, ezt a természetes oxitocin diktálja, amit az agyalapi mirigyet termelt. És hát a te tested azt tudja, hogy mennyi az annyi, és azt tudja, hogy mi az a ritmus, ami, ami, ami neked szükséges. Tehát úgy alaphelyzetbe minden komolyabb indok nélkül oxitocint adni csak azért, hogy ne fáradjon el a még, hát ez egy nem egy túl helytálló megközelítés. És hát ráadásul a méhed az egy elég strapa bíró szerv, hiszen hát elég jól bírja a gyűrődést, tehát kilenc hónap alatt a sokszorosára nőtt. Tehát én úgy gondolom, hogy ha vagy valaki elfárad, akkor az nem a méh, hanem az bizony, te lehetsz, aki elfáradsz, hogyha mondjuk sokáig tart a vajudás, de hát ezen a szintetikus oxitocin az nem sokat segít. Na, hát haladjunk. Közeledik a kitolás. Na hát nagyon sok kórházban, hogyha még a vajudás során sikerül is elkerülni a szintetikus oxitocin, bizony azt mondják, hogy hát a kitoláshoz, ahhoz mindenképpen kell egy kis oxitocinos rásegítés. És elhangozhat az, hogy hát ez azért kell, hogy a baba majd úgy szépen kirobbanjon, amikor megszületik. Na hát most az, hogy ezt elképzeld ennek az abszurditását, hát ez nem kell egészségügyi szakképesítéssel rendelkezned. Csak képzeld el, hogy mi történik akkor ezzel az érzékeny területtel, a gátterülettel, hogyha egy kisbaba, egy három kilós kisbaba úgy valóban úgy kirobba, mint egy faltörőkos. Hát bizony akkor a szakít mindent. Tehát a cél az sokkal inkább a kitolási szakaszban az kellene, hogy legyen, hogy nem, hogy ne robbanjon ki a baba, de nem in, sokkal inkább, hogy minél inkább lassabban, finomabban jöjjön ki, mégpedig azért, hogy ne sérüljön a gát. És hát a természet ezt eléggé csodálatosan megoldotta, ez elég jól működik ez a rendszer, ugyanis a legtöbb nőnél, amikor a kitolási szakasznál, hát részint ez egy nagyon intenzív érzés. És hát ezért már ugye egy kicsit az aktív kitolás sokszor egy kicsit úgy lefékezik magukat, van, hogy esetleg oda is kapnának a kezükkel, van, hogy esetleg hirtelen valami pozíciót is váltalának, ami mind-mind lassítja a kisbabának a megszületését. És hát ráadásul a kitolási szakaszban az összehúzódások is a normális ütemben, azok általában ritkábban jönnek, jóval ritkábban, és bizony a kisbabának a fejecské összehúzódás alatt, meg amikor te is rá dolgozol, akkor előre megy, és aztán egy kicsit visszacsúszik. Megint előre megy, megint visszacsúszik. És ez a szép, lassú ide-oda mozgás és a lassú ereszkedés, hát ez először elvékonyítja a gátterületet, és aztán ez a gátterület szépen, lassan tágulni lesz, hogy megszülethessen a kisbabát. Tehát ennél a cél az sokkal inkább a lassítás kéne, hogy legyen, és nem pedig a gyorsítás egy normális, egészséges szülésnél. Na hát szintén már hál' Istennek nagyon sok kórházban a vajudás alatt szabadon választhatod a testhelyzetedet, lehet mozogni, de azért általában azt még nagyon szeretik, hogyha a kitolásra szépen az édesanyja felfekszik erre a szülőágyra. Na hát ilyenkor milyen indokokat hallhatsz, hogy ez miért szükséges? Hát hallhatod például azt, hogy hát a kitolásnál a gravitáció az már nem számít egyáltalán. Hm, Na most ez tetszik, vagy nem tetszik, de bizony, az a frány, a gravitáció az a hét mindennapján, a nap 24 órában érvényes és számít. És hát egy 3 kg körüli kisbabánál egyáltalán nem mindegy, hogy ez a gravitáció az segíte, vagy pedig éppen ellene kell dolgoznod. Ugyanis a kisbaba megszületését, hát azt három tényező segíti a kisbaba haladását a szülőcsatornán. Hát az egyik az az, hogy a méh dolgozik, és összehúzódásokat produkál, és hát így kvázi pumpálja lefelé a kisbabát. A másik az az, hogy te is erőt fejtesz ki. Tehát te az izom munkáddal, hogy te kvázi nyomsz, és bizony a harmadik segítség az pedig a gravitáció. Természetesen ez akkor érvényes, hogyha nem a hátadon fekszel. Na most, ha a gravitációt kiugtatjuk, hát természetesen úgy is születnek kisbabák naponta. Tehát ez a magyar kórházakban, ez a standard, de ilyenkor a két másik tényezőre nagyobb feladat hárul. Tehát nagyobb feladat hárul rád és a méhedre, mert nektek kettőtöknek kell azt a kisbabát világra hozni, és a gravitáció pedig nem segít. Úgyhogy én azt mondom neked, hogyha azt mondják, hogy a gravitáció nem számít a szülés során, hát ez nem igaz. A gravitáció az bizony mindig számít, és mindig is segíthet. Hogyha esetleg volt már egy előző császáros szülésed, és most hüvei szülésre, tehát víbekre készülsz, akkor a kitolási szakasz kapcsán hát hallhatod azt, hogy hát bizony a gátmetszés az muszáj, mert hogy ezzel megkiméljük a méhet. Na hát ez a szokás, hogy víbeknél gátmetszést alkalmaznak, hát ez egy olyan szokás, olyan nagyon magyar szokás, ez olyan, mint a gulyás, meg olyan, mint a túrórudi, hogy ez nagyon magyar. Tehát ezt a badarságot, ezt én még csak Magyarországon hallottam, ez semmiféle szakirodalmi adat nem támasztja alá. De sajnos ebben nagyon sok orvos is hisz, és nagyon sok orvos is úgy gondolja, hogy ez bizony kell. De még egyszer mondom, a gátmetszéssel kapcsolatos szakirodalomban sehol, de sehol nem szerepel a korábbi császár előzmény, mint indok a gátmetszésre. És hát ráadásul, azt a szülés során, amikor már ideig eljutottunk, hogy a kitolási szakasz, az a méh az már nagyon megdolgozott. Tehát ez már nagyon sokat bizonyított, hogy ha eddig bírta a gyűrődést, akkor még 5 perccel tovább még bizony fogja bírni, és ez, hogy most 5-10 perccel előbb vagy később, hát ez az égvilágon semmit nem számít a méh védelme szempontjából. És hát ráadásul nem csak a méhet dolgozik, de bizony te is dolgozol, szerencsés esetben a gravitáció is segít. És hát a gátmetszéssel kapcsolatban nagyon fontos tudnod azt, hogy ez csak nagyon indokolt, nagyon kivételes esetekben lenne szabad alkalmazni. Például valós magzati stressz esetén, akkor, amikor eszközzel, tehát fogóval, vákummal kell befejezni a szülést. De hát ennek az aránya, hát ez ideális esetben, ez jóval a 10% alatt van. Na most Magyarországon ehhez képest a gátmetszés az még mindig egy ilyen népszokás, és hát bizony első babát váró édesanyáknak kb. a 70%-ánál alkalmazzák, és még a későbbi babáknál is nagyon gyakran, és sajnos víbeknél szinte mindig. De hát még egyszer mondom, ennek tudományos alapja az égvilágon semmi nincs. Na maradjunk még egy kicsit a kitolásnál. Hát előfordulhat az, hogy azt hallhatod, hogy anyuka, hát tessék szépen felmászni erre a szülőágyra, mert különben nem tudom védeni a gátat. Na hát most ez, ez egy borzasztóan abszurd dolog. Ugyanis Magyarországon a gátvédelem a legtöbb helyen, hát ez az, hogy gátvédelem címén hát néhány deci olajjal megdocsolják a hüvelybe menetet, és bizony két ujjal benyúlnak a hüvelybe, és úgy szépen feszegetik a hüvely falát a végbél felé, ahogy halad, ahogy születik meg a kisbaba. Természetesen mindezt kérdés nélkül, természetesen a beleegyezésed nélkül, természetesen anélkül, hogy ezt elmagyaráznák, hogy mit csinálnak. Na most a legnagyobb haszna ennek a tevékenységnek szakmailag tulajdonképpen az nem más, mint az, hogy hát elfoglalják a kezüket, és amíg ezt csinálják, addig nem tartják az ollót, és nem végeznek gátmetszést. De bizony ezen kívül a kutatások azt találták, hogy az ilyen fajta gátvédelemnek az égvilágon semmiféle hatása nincs, és hogy a hands-off módszerek, tehát amikor nem nyúlnak oda, hanem hagyják, hogy a kisbaba szabadon szülessen meg, ezek a módszerek ezek legalább ugyanilyen hatásosak, ugyanilyen hatékonyak. Viszont a gátsérülés megelőzésének az egyik fontos tényezője, talán a legfontosabb tényezője, az nem más, mint a kitolási testhelyzet. És hát bizony, hanyat fekve úgy a legnagyobb a gátsérülésnek, a gátszakadásnak az esélye. Tehát ez egy nagyon abszurd dolog, hogy kázi azért raknak ebbe a hanyat fekvő helyzetbe, hogy védjék a gátat, de ebben, az es, ebben a testhelyzetben a legnagyobb az esélye a szakadásnak. Tehát sokkal inkább célszerű lenne, hogy hagyjanak úgy, hogy abban a testhelyzetben, amiben éppen neked jól esik a kitolás. Na hát mit mondhatnak még, hogy miért kell felfeküdni a szülő asztalra a kitoláshoz? Hát például mondhatják azt, hogy hát anyuka feküdjön fel, mert hogyha állva marad, hát akkor hogyan kapjuk el ezt a kisbabát? Hm. Na most ez a kisbaba, ez nem úgy a semmiből pottyan ki valahogyan, hanem ez szépen lassan ereszkedik, hát eléggé látható, eléggé kiszámítható, eléggé tudható, hogy hol fog megszületni, és hát nem egy 20 kilós cementes zsákról van szó, hanem egy 3 kiló körüli kis picike újszülöttről, akit ráadásul nem így elkapni kell, hanem egészen egyszerűen csak fogadni. Hát, valóban ehhez egy picit le kell hajolni, ehhez lehet, hogy le kell térdelni, ehhez lehet, hogy le kell guggolni. Tehát ez valóban kényelmetlen lehet. De ez nem ezért nem egy olyan annyira extrém dolog. Sőt, hogyha egy édesanya például állva, vagy négy kéz láb szül, akkor nyugodtan akár a saját kezében is fogadhatja a babát, és hát oda is nyúlhat, vagy akár ideális esetben még az édesapa is foghatná és fogadhatná a kisbabát. Na most tudom, hogy egy ilyen átlag magyar kórházi környezetben egy ilyen kérés az kivágná a biztosítékot, de azért fontos tudnod arról, hogy például otthon szülésnél ez egy abszolút természetes, ez egy tök természetes dolog, hogy a kisbaba az a szülők kezébe születik. Na, de megszületett a kisbaba, és hogyha megnézted ezt a videómat, akkor valószínűleg kérted azt, és szeretnéd azt, hogy hát késleltetve vágják el a köldöksinort. Na most azzal kapcsolatban milyen kifogásokat, milyen indokokat hallhatsz? Hát hallhatod például azt, hogy bizony azonnal el kell vágni a köldöksinort, mert különben elvérezhet az újszülött. Na hát erre a legfinomabban kifejezett véleményem az az, hogy hát ez egy oltári nagy baromság. Ugyanis amíg érintetlen a köldögzsinór, tehát amíg nem vágták el, addig egészen egyszerűen fizikailag nincs hol elvérezni a kisbabának. Tehát nincs nyitott véredény, amiből ott jöhetne a vér a babából. Ráadásul, ahogy pulzál a köldögzsinór, hát ez a pulzálás a vért, ezt a méhlepényből a baba felé, Küldi. Tehát a baba felé áramlik a vér, és ennek a lényege éppen az, hogy a baba hozzájusson ahhoz az oxigéndús vérhez, ami a placentából jön, ami a méhlepényből jön, és amit még a te légzésed lát el oxigénnal. És hát természetesen az átvágás előtt, mielőtt majd később átvágják a köldögzsinort, hát ezt előtte lekötik, és utána vágják el, tehát ezzel is lezárják a köldögzsinort, tehát kvázi megint csak az égvilágon semmiféle lehetőség nincs az elvérzésre, mert hogy nincs, ahol kiáramoljon a vér. Tehát ez egészen egyszerűen nem igaz. Na hát szintén a köldögzsinórral kapcsolatban egy dulatársam hallotta saját fülével, egy neonatológus szakorvos szájából, hogy hát olyan nincs, hogy a köldögzsinór elfehéredik, hogyha ez megtörténne, ez nagyon rossz lenne a babának. Hát így virtuálisan az üzenetem ennek a neonatológus szakorvosnak, hogy hát sajnos valószínűleg hiányzott arról az óráról, amikor ezt tárgyalták az egyetemen, és hát valószínűleg még az életében nem látott késleltetett köldögzsinór ellátást. És hát most ezt bepótlantó hoztam ide egy képet, hogy hát hogyan változik a köldögzsinór a születés után az idővel kékes színből, kékes lilás színből, erről fehérre változik egy idő után. Mégpedig azért változik fehérre, mert ez a kocsonyás anyag, ez a Wharton kocsonya, ez a levegővel érintkezve, ez megszilárdul, és kifehéredik. Tehát például ezért merev a köldögcsont is, mert ahogy ez megszilá... a levegővel érkezik, ez megszilárdul. És hát ahogy megszűnik a pulzálás, úgy, 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 úgy cím, kevesebb lesz a vér a véredényekben, az erekben, és hát ezáltal is halványodik a köldögcsinór. De az, hogy ez mikor történik meg, hát ez változó. Tehát lehet az, hogy a pulzálás az már nagyon hamar ö, alább hagy, és aztán a fehéredés az később történik meg, de hát ez körülbelül egy olyan 10 percen, 20 percen, fél órán belül általában meg szokott történni. Na, megszületett a kisbaba, nagy a boldogság. Hát, ilyenkor hallhatod azt, hogy azért kell most azonnal megszülni ezt a méklepényt, és hát emiatt azért kell oxitocinnal rásegíteni alaphelyzetben, mert hogy különben bezáródik a méhszáj. Na most az igaz, hogy a méhnek a visszaalakulása, az involúció, ez azonnal elkezdődik. Tehát ahogy megszületik a kisbaba, az elkezdődik, és tulajdonképpen már ennek a folyamatnak a része az, hogy a méhlepény lelöküldik a ugye, és a méh az húzódik össze, és ezáltal lelöki magáról ezt a méhlepényt. De azért a méhszáj az nem úgy zárul, mint egy ilyen rugós valami, hogy úgy izi be, sícsújt. Tehát azért jó pár óra, lehet, hogy néhány nap is kellett ahhoz, hogy ez teljesen kitáguljon annyira, hogy ki tudja engedni a kisbabádat. Na most ennek fog még kelleni bőven idő ahhoz, hogy ez úgy visszamenjen az eredeti zárt állapotába. Tehát ez nem egy ilyen rugó. És hát, hogyha még egy icipicit el is kezdődik ez a méh szájnak, a méh nyaknak a visszaalakulásai is, hát ez egy nagyon lassú folyamat, és hát a jó hír az mindenképpen az, hogy ellentétben a kisbabáddal a méhlepényben nincs egy darab csont sem. Tehát az egy puha, képlékeny valami, egy kicsit olyasmi, mint a máj, tehát úgy viszonylag könnyen kicsusszam. Tehát hogyha még a kiárat egy kicsit kisebb is, hát ez bizony akkor is ki tud jönni. Na, hát ezzel meg volt az ilyen tíz aranyköpés, de még hoztam neked egy bónuszt, és hát, hát ez a, a kedvencem, hát ez egy olyan kedves megjegyzés, amit egy dúla kollégám szintén a saját fülével hallott és hát azt hallotta, hogy azt mondták az édesanyának, hogy ó, hát nagyon nagy ez a méklepény, talán nem kellett volna annyi kakaós csigát enni. Hm. Hát a méklepény nagysága az valóban változó, viszont nincs semmiféle kutatás, ami igazolná a kakaós csiga mennyisége és a méklepény nagysága közötti, Összefüggést. És hát úgy gondolom, hogy ez borzasztóan szomorú, hogyha az életednek a legszebb, de a legkiszolgáltatottabb pillanatában valaki, pláne egy egészségügyi szakember, akitől támogatást várnánk, hogyha ez, hogyha ilyenkor az alakodra, a táplálkozásodra tesznek bármiféle megjegyzést. Tehát ehhez részint semmi köze nincs senkinek, másrészt pedig semmi joga nincs ahhoz, egy ilyen nagy munka után egyáltalán nem érdemled meg, és, és nem lenne szabad téged megsérteni ilyen beszólásokkal. Na hát természetesen az ilyen szülőszobai beszólások, szülőszobai aranyköpések, tárházát, hát azt még sokáig lehetne folytatni. És hát hogyha esetleg te is hallottál valami olyasmit, amire úgy gondolod, hogy hát ez egy kicsit úgy sántít, vagy úgy felhúztad rá a szemöldöködet, akkor írd meg ide kommentben, és nagyon szívesen válaszolok rá, Viszont azért, hogy, hogy azért a helyén tud majd kezelni ezeket az aranyköpéseket, amikkel azért van esély, hogy találkozhatsz, és hogy valóban tud még az ilyen félre tájékoztatás mellett is formálni a saját szülésélményedet, ezért ajánlom neked szívből a szülés felkészítő programomat, amivel abban segítek neked, hogy valóban informáltan és tudatosan tudj dönteni és hogy a szülésnek ezt a nagyon intenzív érzetét is hatékonyan tud kezelni. Hát a szülés felkészítő tanfolyamaimról bővebb információt a www.tiedaszülés.hu oldalon találsz, és ugyanitt, hogyha még nem tetted meg, akkor jelentkezz be az ingyenes mini szülés felkészítő órámra, amire nagy szeretettel várlak. Boldog babavárást! Szia!